Kígyózó áfás sor a röszkei határátkelőhelynél. Ma ez egyetlen utazónak sem szokatlan látvány az Európai Unió kapujában, a magyar-szerb határ mentén. Amióta csak kifizetődő, évente több tízezren igénylik vissza a magyar vagy más uniós általános forgalmi adót. A magyar adó- és vámhivatalnak csak az igénylők számáról vannak adatai. Az áruforgalomról és a pénzmennyiségről nincsenek felméréseik. Külön nyilvántartást a vámhatóság nem vezet, tehát arra nézve, hogy milyen összegek fordulnak itt meg, illetve mekkora termékkörről beszélhetünk, mondjuk éves vagy havi szinten nem vezetünk erő nyilvántartást. Azt lehet tudni, hogy általában 200-250 ilyen áfa visszaigelő utas fordul meg itt. Ha 200 határátlépővel számolunk naponta, akik legalább 52.000 forint fölötti értékben vásároltak, akkor az évi visszaigényelt összeg a röszkei átkelőnél akár 10 milliárd forint, azaz több mint 4 milliárd dinár is lehet. A sajtófelelő szerint többen nincsenek tisztában az áfa visszaigélés részleteivel. Ők jól teszik, ha megnézik azt az utasforgalmi tájékoztatót, amely letölthető a nav.gov.hu honlapról. A megkérdezett szerbiai állampolgárok csak a hosszú sorra panaszkodnak. Amíg lehet és kifizetődő, addig állandóan átjárnak Szeged környékére, mondják. Hát mindenféle, ami minden. Élelmiszertől kezdve minden. Saját használat? Igen, arra is, meg más piacra. Élelmiszer, vagy ilyen, ami akcióban van, akciós dolgokat, mondjuk rá, akinek meglássák az akciót, mi van akción, és akkor azokat kiválasztják otthon, és akkor hozzuk át nekik, rokonságnak, egyiknek, másiknak. Hát általában ez mekkora értéket jelent, pénzügyileg? Hát általában 150-200 euró, vagyis az áfa mennyi, az 52.000. Annyi, hogy az áfában benne vagyunk. Milyen gyakran szoktak átjárni áruért Magyarországra? Hát úgy két hetente. És milyen típusú árokat szoktak vásárolni? Játékokat, ruhaneműt, élelmiszert. Saját használatra, vagy esetleg kereskedés? Rokonoknak is. A szabadkai zöldségpiacon is árulnak magyar termékeket, kameránknak viszont egy kereskedő sem volt hajlandó nyilatkozni. Van, aki fél a piacok üzemeltetőitől, mert azok haragszanak a nyilatkozó árusokra. Hetente általában többször járnak át Szegedre vagy Tompára áruért. Az utak sűrűsége azonban van, akinél megcsappant az elmúlt egy-két évben. Az egyik piacozó szabadkai azt mondja, vannak olyan napok, amikor csupán 300 dinár bevétele van. Nincsenek vásárlók, panaszolja. Lehetséges, hogy már a közeljövőben sokkal kevesebb magyar áru lépi át a határt, mint eddig.